vándor fecske hazatalált. Édes anyja Krisztére szállt, hazajöttél, megáldotta, Sísomjói Szűz Mária. Kisszékely közössége az ősök és a hagyományok tiszteletének jeléül az 1200-as években épült középkori temploma területén avatott emlékhelyet, amelyet Felföldi László pécsi megyés püspök áldott meg. Elszármazottaknak, itt élőknek, ide költözőknek, én azt gondolom, ez a hely egy óriási kincs. Mit üzen, mit tud adni? Semmi rendkívülit, mert mindent. És azt kérném, amikor valaki elbizonytalanodik az életében, a sorsában, hogy hol vagyok, hol kéne lennem, vagy hol szeretnék lenni, amikor úgy nem érezzük jól magunkat azon a földön, ahol éppen állunk, akkor kérem, hogy jöjjön fel ide. Üljön le csendbe egy órára, kapcsolja ki a telefont, és ne mondjon semmit, és ne kérjen semmit, csak engedje, hogy az ősöknek a hite, a szenvedése, az életigenlő áldozata átjárja a szívét, és amikor úgy érzi, hogy elég erőm van, akkor induljon tovább. A Kisszékelyből elszármazottak baráti köre és a Kisszékelyi Kulturális Egyesület megalakulása óta célul tűzte ki, hogy az ősök által hagyományozott értékrend és a felelhető tárgyi emlékek ne menjenek veszendőbe. A létezik generációkon keresztül szülőföldhöz való ragaszkodás, akkor ez a hely ennek egy nagyon szép példája. Ha őseink fentről most látnának bennünket, most melegség árasztaná el a szívüket, és talán egy kicsit büszkék is lennének ránk. Őseink több mint 800 évvel ezelőtt az Árpád-korban építettek ide templomot, és több mint 600 éven keresztül használták. A legnehezebb időkben a török alatt sem futamodtak meg, megvédték a szülőfalujukat, közösségüket, megérőzték hitüket és templomukat. A török kiüzetés után többször felújították és bővítették a templomot. Az 1750-es évek végén Stílum Limburg Mária Anna egy harangot is adományozott a templomnak. Amikor 1823. április 24-én felszentelték, a Stílum család végrendeleti adományából megépített új templomot, a haranggal együtt néhány kegytárgy, a szentségtartó, a keresztvíztartó, az oltár egy része átkerült az új templomba. A templomot az 1800-as évek közepén lebontották, tégláit a plébánia építésénél használták fel. Az itt épült Árpád-kori templom teljesen feledésbe merült. A régészeti feltárás célja az volt, hogy megállapítsák a település korát. Az itt talált viseleti elemek, érmék, vallási emlékek végül hitelesen bizonyították, hogy Kisszékely valóban 800 éves. A leletek közül kiemelkedik az a 14 darab kegyérem, amely az országosan összesen felelhető 57 kegyérem sorát gazdagítja. Csepregi Ferenc az itt folyó munkát és a közösségi összefogást is megörökítette, most megjelent Templomaink című könyvében. Felemelő érzés volt ide minden nap eljön, amikor fiatal gyerekek, 80 éves nyugdíjasok keresték, kutatták a múltjukat, és mikor valamit találtunk, akkor mindenki boldog volt, és ez heteken keresztül zajlott. Nagyon sok ember sokat dolgozott azért, hogy ez az emlékhely elkészüljön. És azt gondoltam, hogy nekik ezt nem tudjuk másképp megköszönni, mint úgy, hogy időt végezetéig mutatjuk, hogy ők voltak, akik segítettek, ezért föltüntettük a nevüket is, ahogy csak lehet, és hát megpróbáltuk ennek a hangulatát a fotókkal érzékeltetni. Minden nap készült a résztvevőkről egy fotó, és ezeket publikáltuk a könyvbe, mert ők a szövetségeseink, tehát ők segítettek minket ahhoz, hogy nekünk most ott az Árpád-kori templom emlékeljünk, és azért senki nem kért egy fillért se, és mosolyogva és örömmel tette.
Tolna vármegye első közösségi régészete a civilek összefogásával és a Szekszárdi Vosinszky Mór Múzeum szakmai támogatásával, K. Németh András régész vezetésével valósult meg még 2019-20-ban, és ennek a munkának a megkoronázása volt a mostani emlékhely avató ünnepség.